Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a Magyar Bábjátékos Egyesület és a Párbeszéd Háza barátait és leendő barátait, valamennyi nézőt. A 3 évvel ezelőtt a Párbeszéd Házában elkezdődött egy sorozat, Adventre és Nagybőjtre koncentrál. A bábjáték, a szakrális bábjáték, a bábjáték gyökereit próbáljuk feleleveníteni, illetve hozzuk is. És ilyenkor advent idején különösen is aktuális, hogy olyan jellegű játékokat mutathassunk be, amelyek maiak és mégis ősiek. Az eredeti ősi emberi technikákkal dolgozván, megszólítván önmagunkat, egymást, a tárgyakon keresztül, a bábokon keresztül valami többet, valami nagyobbat tudjunk üzenni. Az idei sorozatunk november 29-én, a mai napon 16 órakor kezdődik, a Kabóca Báb Színház Veszprémből a vendégünk, és Regőrejtem karácsonyi pásztorjáték címmel láthatjuk az első előadást. A következő második adventi vasárnapon majd Győrből a Vaskakas Báb Színház lesz a vendégünk, Leszállt az ég dicső királya címmel látjuk az előadást. És a harmadik vasárnap, december 13-án pedig ismét Győr, Vaskakas Báb Színház éneklő Betlehem, betlehemes tárgyjátékokkal. Általában a báb játék beindít sok mindent, asszociációt a kedves nézőkben, gyermekkor, felnőttkor, ilyen-olyan emlékeket. Egy kicsit rendhagyóak ezek a báb játékok, amiket majd látunk. És hogy mit is bővebben, és hogy ez valami nagyobbnak a kezdete, ez a Magyar Bábjátékos Egyesület és a Párbeszéd Háza együttműködésében, arról pedig mindjárt hallunk Szent Irmai Lászlótól. Én is tisztelettel köszöntöm a nézőket. Nagy örömmel szolgál, hogy itt lehetek. Hát 3 éve csináljuk, és úgy látszik, hogy jövőnk is lesz. A bábjáték nincsen igazából abban a helyzetben, ahova illenék helyezni az emberek kulturális szokásai között, és azon a lépcsőn, ahol haladni kell előre. Mi szeretnénk visszahozni mindazt, amelyik évtizedek alatt, néha 100 évek alatt elveszett, és egy olyan képzést indítanánk a Párbeszéd Házával együttműködve, amelyik kifejezetten azokra a bölcsességekre épít, amelyeket általában a Biblia vagy a Szentírások tartalmaznak, de ezek mind tartalmak. Tartalmak, amelyeket ki kell bontani. És nagyon érdekes a játék és a gondolat, hogy a gyerekek számára is ki kellene bontani. Nehogy idő múljon el úgy, anélkül, hogy nem segítjük őket hozzá, hogy megértsék majd azt, amelyik a szavakban rejteznek, amelyik a számukra is adottak. Úgyhogy a Párbeszéd Házában indítandó 60 órás képzésünk, az az alapképzés, amelyeket olyanokkal szeretnénk elvégezni, akik imatermekben, hittanórákon, általában a gyerekekkel olyan közelségben, amelyek a felekezeti iskolákban lehet, művelik a képzést, embereknek az építését, a tudásának a gyarapítását, és örömmökkel viszik őket a léleknek a közelébe. Mindannak, amelyikre szükségünk van. Ne feledjük el. Épp testben, épp lélek. Az épp lélekhez tartalmak kellenek. Ezeknek a tartalmaknak az átadására igyekezzük majd rábírni, megtanítani azokat, akik jelentkeznek. A Párbeszéd Házánál elolvasható címeken, de nyilvánvalóan a Magyar Bábjátékos Egyesület is az elérhetőségein ezeket nyilván meg fogja adni, és mindenkit éppen ezért szeretettel várunk hova? Budapestre, a Párbeszéd Házába, a Horánszky utca ajtaja nyitva van. Elhangzott, hogy szakrális, hogy imaterem, hogy templomi. Amiről igazából szó van, az az ember, az egész ember, ahogyan látjuk. Az ember, aki egyben látja a láthatót és a nem láthatót, akinek egyformán fontos a világ egésze, ami minden mindennel összefügg. Tehát műsorainkat ajánljuk mindazoknak, akik természetesen, ha hisznek, hívő embereknek,
kereső embereknek, azoknak, akik az embert valami többnek látják, mint néhány kiló, meg néhány centi, meg egy fogyasztó. Érezzék jól magukat. Áldott adventet, és majd szép karácsonyt. Szép karácsonyt. Szép karácsonyt kívánok. Magyar Bábetékos Egyesület nevében is. Köszönöm. Ahó, üdvözlök mindenkit. Hát, most olyan van, amilyen eddig még sose volt. Most ilyen világot élünk, hogy olyan dolgokra, amikre régen azt mondtuk, hogy ilyen biztos, hogy nem lehet, minden napunk így telik. Érdekes ez, de így van. Így esik meg az is, hogy én most virtuálisan fogok teát főzni önöknek, nektek. Furcsa feladat, de megpróbálkozom vele. Nem csak egy egyszerű teafőzésről van szó, tehát ha virtuális, ha nem, mindig felelevenítek hozzá egy történetet. Egy kisfiú születésének a történetét. Azt hiszem, hogy ezt a történetet megkockáztatom, hogy a világon mindenki ismeri. Nem mindenki hiszi el. Van, aki azt mondja, hogy részleteiben tudja elfogadni, és van, aki azt mondja, szóról szóra így történt ez. Na, kinek a születéséről van szó? Jézuséről. Ez egy nagyon-nagyon különleges történet, de tudjátok mit? Szerintem mindenki születésének története nagyon-nagyon izgalmas, különleges és fontos. Sajnos nem sokat tudunk róla. Azt, hogy melyik napon születtünk, általában mindenki tudja, megjegyzi egy idő után. Vannak, akik azt is tudják, hogy hány órakor születtek, de azt, hogy milyen volt az a nap, hogy anya és apa mire gondoltak, miről beszélgettek, mit éreztek, hogy mit olvastak, hogy milyen volt az időjárás, lehet, hogy 40 fokos kánikula volt, az is lehet, hogy valaki pirkadatkor született, éppen jött föl a nap, az is lehet, hogy mélységes, nagy fekete éjszaka volt, és csak a csillagok világítottak az égen, de az is lehet, hogy óriási hóvihar volt, sűvített a szél, a mentőautó suhant, rohant, villogott, szirénázott, éppen, hogy beértek a kórházba. De az is lehet, hogy van köztünk olyan, aki úgy született a kórházban, hogy ott volt vele az apukája, rögtön az első pillanattól. Sőt, lehet, hogy olyan is van, aki otthon született. Nem mentek sehova. Otthon ültek, és vagy a nappaliban, vagy a hálószobában, vagy a fürdőszobában egyszer csak puty, itt volt a világon. Látjátok, mennyiféle lehet ez a történet? Kérdezzétek meg, biztosan nagyon szívesen elmesélik. Na hát ezt a történetet, mint mondtam, viszonylag sokan ismerjük, elég részletesen. Tudjuk például, hogy ennek a kisfiúnak volt egy anyukája és egy apukája, akiket úgy hívtak, hogy Mária és József. De lépjünk vissza egyet. Ennek a Máriának is volt egy anyukája, akit úgy hívtak, hogy Anna. Később pedig úgy, Szent Anna. Jessze törzsén viruló, illatos rózsa, Dávid király házának gyöngy lilioma, üdvösség érett fája, te rajta termett virága, dicső Szent Anna, ó, hallgass meg, kérünk, áldj meg Jézus nagyanyja. Mária volt neve a szűz rózsaszálnak, mely örömére vált az egész világnak. E szűz virág bimbója lett a megváltó, unokád lett dicső Szent Anna, ó, hallgass meg, kérünk, áldj meg Jézus nagyanyja. Na, hát hol kezdődik egy teafőzés? Megmondom én. Föltesszük forralni a vizet. Hát ekkora fazékba nem egy-két liter víz kell, hát nem. Mondjuk ezt az előadást általában nem egy-két ember szokta nézni, hát nem. Van, hogy százan is megnézik, és azt kell, hogy mondjam, száz emberre elég ennyi víz. Harmahatozzatok, egek nyíjatok, onnan felül elsők essetek. És cseperegjetek igaz mennyből, nyíj meg föld és teremtőt.
teremj üdvözítőt. Sem eső nem esik, sem felhő nem látszik, mégis az én orcám két oldalról ázik. Sírjál, szép mennyasszony, most készülj búcsúzni anyádtól, apádtól, a fiatalságtól. Sem eső nem esik, sem felhő nem látszik, mégis az én orcám két oldalról ázik. Sírjál, szép mennyasszony, most készülj búcsúzni anyádtól, apádtól, a fiatalságtól. Hát még belerakjuk ezt is. Bár volt már, hogy egy nagymama mondta, hogy szerint ez bőven elég lesz, azért beletöltöttük a gyerekekkel, aztán meg is ittuk az egészet. Hú, ti is föltettek otthon most forralni egy kis vizet. Pont belefér még az időbe. Így, na jó, lehet, hogy elég lesz ennyi. Na, így. Jó. Na. Harmahatozzatok, egek nyíjatok, onnan felül elsők essetek, és cseperegjetek igaz mennyből, némek föld és teremtőt, teremj üdvözítőt. Istenem, Istenem, vajon mi lett engem? Három mérő piros szalag egyben nem ér körül engem. S még a múlt hónapban csak egy felet vettem, s vékon karcsú derekamon egybe páras csukrót köttem. S vékon karcsú derekamon egybe páras csukrót köttem. Mária, Mária, mennyei szép csillag, ki a gyászos égen értünk szépen csillog. Mária, Mária, mennyei szép virág, kit áldva magasztal a mennyei világ. Mária, Mária, mennyei szép rózsa, kinek jó illatján szívünk meggyógyul. Mária, Mária, üdvösség hajnala, kire felvirradott boldogságunk napja. Szent Anna,
Fűz Mária, és érkezik még valaki. József. Napot is szeretem, holdat is szeretem, de fényes csillagot leginkább szeretem, leginkább szeretem. Szeretlek, szeretlek, mint a lágy kenyeret, sóhajtok éretted. Egy nap százezeret, egy nap százezeret. Nem ez sóhajtanék, ha nem szeretnélek, de én úgy szeretlek. Majd meghalok érted, majd meghalok érted. Gábriel! Gábriel! Jövök már. Menj el sietséggel, arkangyal Gábriel! Hova? József jegyeséhez ékes köszöntéssel. Isteni titkaim, immár kijelentem, mert Szűz Máriában jó kedvem telt nekem. Szentlélek Istentől fogantatik fia, imádandó nevét ő Jézusnak hívja. Légy gyors szolgálatban köszöntve Máriát, és vidd meg ő neki a megváltás titkát. Az emberi nemzet, hogy megszabaduljon, a régi fogságból új életre jusson. Jó. Na, akkor... Máriához, az Isten angyala, Názáret városba, az égből leszálla, kit szent imádságban Gábriel találla, ékes köszöntéssel a Szűzhöz így szóla,
Isten hozott téged, kit Isten szeretett, sok nemzetek közül magának eljegyzett. Készíts azért szállást az Isten fiának, mert téged választott szentséges anyjának. Az Úrnak igéjét örömmel elvárom, mint Isten akarja, én is úgy akarom, tiszta hajlékomba, ha tetszik, bezárom, mert szüzességemben tudom, nem lesz károm. Az bajom van véled, sír a szívem érted. Sír a szívem érted, majd meghalok érted. Indulj el egy úton, s én is egy másikon. Hol egymást találjuk, egymásnak se szóljunk. Aki minket meglát, mit fog az mondani? Azt fogja gondolni, idegenek vagyunk. Idegenek vagyunk, szeretetet tartunk. Hol egymást találjuk, egymásnak se szóljunk. Angyal hirtelen, égi hírnök ott terem. Gábor angyal hirtelen, égi hírnök ott terem. Szűz jegyese Máriának, légyőrzője szent fiának, Istentől van a dolog. József arca fölragyog, látja József nem titok, hogy jegyese szülni fog, látja József nem titok, hogy jegyese szülni fog. Mondja, méltó, hogy lehetnék hozzád, drága égi vendég. Téli égen csillagok, két szemében könny ragyog. Örülj, vigadj, csak ne félj, jegyesedhez visszatérj. Örülj, vigadj, csak ne félj, jegyesedhez visszatérj. Isten bízta Máriát is, védelmébe egy fiát is. Hogy szeret, most tudhatod, József arca fölragyog. Hogy szeret, most tudhatod, József arca fölragyog. Augustusnak könyvébe szám szerint iratnak. Elindul a József is a szűz Máriával, Istennek erejével, terhes mátkájával. Szent József és Mária útnak indulának, Jeruzsálemben, mert szállást nem találnak. Látják szűz Mária szülő állapotját. Au!
Mindenki azt mondja, nem adhatok itt szállást. Bemegy Mária egy kovácsnak lakásába, kérvén ottan szállást, csak egy éjszakácskára. Hallod-e, te kovács, könyörülj meg rajtam, adjál nékem szállást, mert nagyon elfáradtam. Nem adhatok szállást, mert vendégem sok vagyon, az én szép szobáim mind lakva vannak most. Hoppá ritté dotté, 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 hoppá ritté dotté. De a kovácsnak volt egy vaks kezetlen lánya, Máriának mondja, menj az istálóba. Jaj! Nem egyszerű dolog ez a teafőzés. De mégis, na, így. Betlehem, Betlehem, a te határidba érkezett Mária rongyos istálóba. Ott ülvén mindegyre elhagyott gerlice, elkészíti magát a boldog szülésre. Egy angyal újságot hirdette, Betlehem városba kis Jézus született. Hideg szél fújdogál, jaj, de nagyon fázik. A kisded Jézuska értünk imádkozik. Fú, nagyon jó illata van! Kamilla! Tiédnek milyen? Mentás? Vagy erdei málna leveles? Ez biztosan kamilla. Nagyon finom, de lehet, hogy nálatok dió levél van. Vagy erdei gyümölcsös, epres, citromos, narancsos, málnás, barackos. Fényességes hajnalcsillag az égen, ilyen fényes nem ragyogott már régen. Ragyog csillag, hajnalcsillag sokáig, világíts el Betlehem falujáig. Az állatok a tűz mellett pihennek, a pásztorok Betlehembe sietnek. Egek ura, a kis Jézus jászolban, a szent család körülötte nyugodva. Másnap kiment a lány, gazdag kovács lánya, rongyos istálóban Máriát találta. Mondja Szűz Mária a nyomorék lánynak, hajolj le te lányom, vedd fel szent fiamat. Thank you.
csodák csodája, a kovács vaklánya. Kinyújtván a kezét Mária szavára, lehajolt Jézusért, s lett szeme világa, s tündöklött kezében világ megváltója. Ugye, kedves apám, te nagy gazdag kovács, a szűz Máriának miért nem adtál szállást? Kénytelen volt ő az istálóban menni, rongyos istálóban szent fiát megszülni. Ó, ha tudtam volna, a legszebb szobámban adtam volna szállást a szűz Máriának. Nem engedtem volna istálóban menni, megbántam tettemet, haj, mit kell most tenni? Jó keresztény lélek, adj utasnak szállást, ne küld hajlékodból, hogyha kér meg hálást. Nem tudod, ha férfi, nem-e Úr Jézuska, hogyha pedig len nő, nem-e szűz Mária. Kimenék én ajtóm elejébe, föltekinték nagy magos mennyekbe. Nyitva láttam mennyország kapuját, nyitva láttam mennyország kapuját, azon belül mennyország ajtaját, azon belül mennyország ajtaját. Azon belül egy terített asztal, azon belül egy terített asztal, azon vala rengengőből csőcske, azon vala rengengőből csőcske, ül vala mellette anyánk szűz Mária, ül vala mellette anyánk szűz Mária. A lábával rengetgeti vala, a lábával rengetgeti vala, a szájával fújdogálja vala, a szájával fújdogálja vala. Aludjál el Istennek báránya, aludjál el Istennek báránya, szeretetből jöttél erre a világra, szeretetből jöttél erre a világra. Jaj. Hát persze. Na. Hát ezt elfelejteni majdnem. Na, várjatok. A három bölcs király, a három bölcs király messze földre siet Gáspár menyhért, úgy szintén boldizsár Betlehembe. Indulnak született Úr Jézushoz, kivel lajászolva, pólyába takarva Messiáshoz. Egy csillag ragyogott napkeletre, amely is jel vala, hogy az öröm óra elérkeze. Három szent királyok arra nézve, proféták írását, látták jó szavait teljesedve. Azonnal indultak, és magukkal vivének aranyat. Tömjént, mirhát, jó szándékkal, melyet átnyújtának a kis dednek, aranyat a királynak, tömjént az Istennek, mirhát embernek.
de van, aki nem szereti a teát. Egy csillag tűnt fel hirtelen, egy csillag született, és a nagy Heródes háza már gyáván remegett. A kémek elmondták neki, hogy kit küldött az ég, hogy egy gyermekecske megszánta az emberek szívét. Ha nem csal a hír, szólt Heródes, a hír mit hoztátok? A sült kakas a talfenekén, hát rikkancson nagyot. S alig szólt a kakasnak, tolla nőtt, mindez Isten műve volt. Felállt a tálban peckesen, és hármat kukorékolt. Három volt. Én hármat hallottam, ti is, ugye? Na de valakik még hiányoznak. Ó, ha itt lennétek, már ordítanátok hangosan. A pásztoruk! Bizony. De nem maradnak ki ők se. Ne izguljatok. Pásztorok, pásztorok, keljetek fel! Betlehem városba menjetek el! Született királytok, kit régen vártatok, örüljetek, örvendjetek, örüljetek, örvendjetek. Városhoz nem messze istálóban született Úr Jézus a jászolban, mellette szűz anya takargat Mária kispólyában, 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 kispólyában. Noszat tehát induljunk, induljunk, muzsikával ballagjunk. Vedd fel András furugládat, alle, alleluja, alle, alleluja. Rast ki öreg a bundát, hadd peregjen a bolhád. Szerbor, annyi, mint a tenger, ihat itt az ember. Rázd meg, juhász, a bundát, fogjál göndör báránkát, fogjál göndör báránkát. Dalolnak a juhászok, táncolnak a kanászok. Ó, 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 három éves jó túró. Ó, 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 három éves jó túró. Mennyben az Istennek, dicsőség, mennyben az Istennek, az angyali seregek vígan így énekelnek, dicsőség, dicsőség Istennek, békesség földön az embernek, békesség földön az embernek, kit az igaz szeretet a Jézushoz elvezet. Békesség, békesség embernek. Na, ránézzünk. De nem csak úgy. A falu nagy arany almafa, annak a tetején két szép lilium szál. Jönnek az angyalkák, kötik koszorúba, azzal kedveskednek a mi Jézusunknak. Mennyország piaca gyémánttal van rakva, annak közepén áll
egy arany almafa, pirossal virágzik, zölddel leveledzik, annak a bimbóját az angyalok szedik. Hát, fú, jó az illata. Az íze is jó. Töltök még, kamera mögött is van ám valaki. Karácsony estén szépen vigadjanak, első órájában békével jussanak, békével jussanak. Valahány háznak lakosai vannak, az Isten áldása térüljön magukra, térüljön magukra. Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok mindannyiuknak!